A MIEO 5 tehetség műhelye tanév végén, nyár elején mindig tartott tehetségtáborokat. Most a kialakult helyzet miatt, és mert minden óvoda nyitva van, nem kerülhetett erre sor, de a műhelyvezetők 5 hetes programot állítottak össze, melyet a 9 tagóvodában tartanak az ott lévő ovisoknak. A Jókai úti óvodában Molnárné Győri Erika óvodapedagógus eddig a zenei tehetségműhely tábort vezette, most is ő a projekt gazda az oviban. A karcagi kun hagyományainkkal alakítottuk ki az idei tábort. Én zenei feladatokat állítottam össze. Próbáltam olyan feladatokat a projektbe vinni, amelyeket korábban is szerettek a gyerekek. Zenés gimnasztikai percek, csapatválasztásos zenei kíséretek. Nekem a zenei feladat volt az én feladatom, hiszen zenei tábort vezettünk itt minden évben a Jókai úti óvodába. Próbáltam az egyhetes táborból szemezgetni. Nyilván ez egy egész napos, egész hetes program, reggel 7-től este 5 óráig, amiben bele tartoztak zenés, gimnasztikai percek a kora reggeli időpontoktól, a csapatválasztásokig. Nyilván itt most más a gyerek létszám is, meg mások tehát úgy vegyes csoportban dolgozunk, kevés most a nagy csoportos, inkább kisebbek vannak, de hát nyilván úgy differenciáljuk a gyerekeket, és úgy valósítjuk meg, és úgy próbáljuk szervezni, és a tevékenységeket megvalósítani, hogy az ő korosztályuknak megfelelő legyen. A feladatokat az udvaron tartjuk, a gyerekek segítségeit, életkorát is figyelembe véve alakítottam ki a napi programjait. De hogy itt kint vagyunk a szabadban, tehát nem a megszokott körülmények között a csoportban, mert a csoportban szoktuk nyilván tartani ezeket a kiskészség fejlesztéseket. Most itt az udvaron úgy gondoltam, hogy itt most jó idő van végre. Szeretnek keresni gyerekek kincseket, különböző kavicsokat, terméseket. Mindig van valami, ami elvisznek a kis dobozukba, a kincsükhöz, és most ezzel mutattuk a ritmusát, az egyenletes lüktetést a dalnak, és természetesen azért megmutattuk, hogy ki tud milyen szépen tud énekelni tisztán. Nagyon motiválhatóak a gyerekek. Nem volt gond sosem ezzel, hogy nem jöttek volna. Kifejezetten a dalos játékokat nagyon-nagyon szeretik, és hát természetesen így a táborból való programokatból kivenni egy-két dolgot, mint a kincskeresés, és akkor puzzle összerakás, mindig a zenével összepárosítva, ez nagyon-nagyon motiváló nekik, és nagyon-nagyon szeretik. Reméljük, hogy az idő is kegyes lesz hozzánk, és kint tudunk lenni a szabadban, mert most már azért ez nagyon kell a gyerekeknek, ennyi esős idő után, és nyilván a karantén után is. Hála Istennek sokan vagyunk, tudunk alakítani majd csapatokat is, és különböző programokat, amiket az óvónénik is terveztek, azokat meg szeretnénk valósítani. A héten a Birkához kapcsolódik minden énekes, zenés, mozgásos, feladatos kézműveskedéssel, játékkal együtt, mondta a szakember, aki szerint a gyerekek nagyon motiválhatóak. A délutáni dúdolókról vidáman, de jól jönnek ki az őket váró szülőkhöz, akik így láthatják, milyen boldogok a gyerekeik a nyári óvodában. Délután megtartott zenei tehetségműhely, amit én tartok a dúdolóval. Délutánonként az a jó, hogyha délután van tartva, akkor ugye nagyon friss az élmény, és amikor már itt várakoznak a szülők a gyerekekért, akkor úgy jönnek ki, hogy még dalolva, vidáman, esetleg a ritmust ütve, és ezt ennél jobb szó nincs is rá, hogy a saját gyerekétől hallja a szülő, és hogy milyen boldogan jön ki. Tehát én ennek nagyon örülök, és ugye a visszajelzéseket is kapjuk a szülőktől, hogy igen, elmondták a gyerekek, és ennek mi nagyon-nagyon örülünk.